18 éves lettem én, menetrendet hirdeték mindenkinek. Ezzel a József Attila parafrázissal köszöntelek benneteket 2023. december 3-án. A mai nap számomra félig örömünnep, félig pedig gyásznap. Nem csak azért, hiszen a mai nap kiirdethetem a 2023-2024-es vasúti menetrend fő változásait, hanem azért egy kis magánjelleggel, mai naptól fogva felnőtté váltam, mai naptól fogva a Magyar Államvasút személyében fiatal felnőtt vagyok. Végre a gyerekkor véget ért, annak minden küzdelmeit, fáradtságait és örömeit meg szeretném köszönni nem csak magamnak, támogatóknak, szülőknek, családnak, barátoknak, ismerősöknek, hanem a nézőknek is. És hát természetesen a Magyar Államvasútnak is szeretném megköszönni, meg a gyesemnek a sok élményt. Hát jó, voltak negatív élmények, de na, többnyire pozitív élményekkel zárhatom első 18 földi életévemet. Sajnos ez a mai nap egyben gyásznap is számomra, ugyanis az intróban parafrazeált József Attila 86 évvel ezelőtt, 1937. december 3-án Balatonszászló vasúti megállóhelyén életét vesztette, miután egy balesetbe keveredett és egy tehervonat alá zuhant, amely halálra gázolta. Néhány másodperces csendben emlékezzünk ő rá is. És akkor vágjunk is bele, nézzük meg, mi változik a 2023-2024-es vasúti menetrendben. Az előző videóban mondtam, hogy AKM Taurusok fognak kerülni az egyes vonalra. Na most azóta valami szerződést kötöttek, megállapodást az osztrákok és a magyarok, ugyanis nem biztos, hogy AKM Taurusok fognak csak oda kerülni, hiszen határozatlan ideig meghosszabbították a magyar Taurusok és Traxok átmenetelét Ausztriába. Menetrendi változás például, hogy jó pár Realjet, azt hiszem naponta két pár Realjet kihagyja a Hegyeshalom állomást, azaz Mosonmagyaróvár után már csak Bécsben fog megállni, amit én nem értek meg, nem tudom, hogy mi a háttere, biztos az osztrákok keze van ebben. Következő járatunk az egyes vonal fél Intercity járata, az Arrabona Intercity vonat, amely mostantól fogva csak hétköznap fog járni, mint Intercity vonal. Jól tudom, a Mura Intercity Fordáját viszi fel a keleti pályaudvarra. Hétvégente azonban Stadler Flörtös Arrabona Interrégió lesz az Intercity helyett. Ugyanazon megállási rendel, mint az Intercity-é, csak ugye nem kell rá helyjegyet váltani. Gyesev is hozott egy pozitív fejlesztés a vonalra, ugyanis a vasárnap esti Interrégió megszűnik Sopronból Budapestre, valamint nemzetközi hír, hogy ugye a Gyesev lemondott az egyes vonal felső szakaszáról, így december 10-től fogva Pozsony-Liget-Újfalunál Bratislava Nové Mestói meghosszabbodó rajkai nemzetközi személyvonatokon Gyesev Jenbacher helyett szlovák 840-es Stadler Delfinnel utazhatunk majd. Valamint a Gyesev is hozott egy változást, ugyanis a soproni vasárnapi interrégió megszűni, helyette pedig egy éjszakai vonatpár Sopron és a keleti pályaudvar között Borostyánkő Intercity néven 20 óra 21-kor fog indulni Sopronból, és a párja 21 óra 15-kor fog a keleti pályaudvarról. Valamint, ha már Soproni Intercity, mostantól fogva a Gyesev ténylegesen átveszi, hogy csak alla naturale övék legyen a Soproni Intercity, és az egyfordából végre kikerülnek a 2G Intercity kocsik. És hogyha már az előbb említettük a Gyesevet, nézzük meg a következő napirendi pontunkat, a Gyesev által átvett új szakaszokat és az azon történő fejlesztéseket, menetrendi változásokat. A Gyesev 2023. december 10-től fogva
három vonalszakaszt beszállt a Mávstart ZRT-től. A 20-as számú Budapest, Székesfehérvár, Veszprém, Celldömölk, Szombathely vasútvonal felső szakaszát, Celldömölk és Szombathely között, a 23-as számú vasútvonalat, tehát az Alaegerszeg-Rédics mellékvonalat teljes egészében, és a 25-ös számú vasútvonal felső szakaszát Zalaegerszeg és Őrihódos között. Így ezeken a vonalakon gyeseves járművek és gyeseves személyzet fog közlekedni a következő időkben. A 20-as számú vonalon a személyvonatokba nyúltak csak bele, ott gyesebb Stadler Flirt kettesek fognak közlekedni Celldömölk és Szombathely között, így Celldömölk szétozhatja a fecskéit, a BP kocsiait, az AP kocsiját, a 10-es vonalra, 11-esre is, meg a 25-ös vonali személyekre. 23-as számú vasútvonalon Rédicsre gyesebb 247-es rövid Jenbacherek fognak járni, a 25-ös számú vasútvonal felső szakaszán pedig Stadler Flirt kettesek és gyesebb 247-es rövid Jenbacherek fognak járni váltásban, viszont az Intercity vonatokba és a Retro Istria Expressbe nem szól bele a gyesebb, úgyhogy azt a MÁV-nak kell kiállítania. Valamint még egy járatot átvett a MÁV-tól a gyesebb, az Zalaegerszeg Nagykanizsa napi egy pár személyvonatokat, amelyet szintén gyesebb 247-es Jenbacherrel fognak ellátni, nem pedig BZ-vel. Következő változás az Észak-Balatoni, tehát a 29-es számú vonalra érvényes. Balaton akaratja, Csittéghegy, Csopak, illetve Balaton Arács megállóhelye feltételesek lesznek, de csak, és ez a vicces, hogy csak a Székesfehérvár Balatonfüred személyeknél, hát szerintem azért a Katica interrégióknál nem. Tehát Balaton, nyár van, mindenki oda megy, és az az érdekesség, hogy ezek közül két helyen, Akaratján és Csopakon megállnak a tapolcai sebesek, és akkor nem lesz feltételes megállás, mert nyilván a Halbiba nem fognak feltételes megállási rendszer beépíteni. Következik egy pletyka, amelyet kedves ismerősöm továbbított, miszerint azt suttogják Pécsen, hogy a menetrendváltástól lesz három darab mecsekíc és traktos Forda, amelyet én azért tartok lehetetlennek, mert hát egy mai nap is például ment le 23-as trax Fordaként Pécsre, és hiába van ott a halberstatti vezérlő, nem azokat a vezérlőket küldik le, amelyek a traxokkal kompatibilisek lennének, körbe kell járniuk Pécset, át kettő, ha késés van, akkor a körbejárással még több késés generálsz. És át három, azt még mindig nem tudjuk, hogy az egyes vonali LC-ken mi fog járni. Jó, igaz, hogy két vonatpárba besegítenek az ÖBB tauruszai, na de na, a többit valahogy el kell látni. Következő változás a 65-ös számú vasútvonalra érvényes, amely a Pécs-Villány-Magyarbói vasútvonal, ahol éjszakán két új fejlesztés lesz. Lesz egy új személyvonatpár éjszaka 21 óra 23-as magyarbói indulással Villányra, amelyel csatlakozást tudnak biztosítani az utolsó mohácsi személyre, valamint aki Pécs felé akar jönni, az a 20 óra 50-es mohácsi személyre felszáll Pécset, és Villányban átszáll Magyarbój felé. Valamint ez azt hiszem a 21 óra 30-valahányas vonatban annyit okoz, hogy negyed órával később megy. Ez csak az ismerősöm miatt kellett most felolvasnom. Dunán túli hírek ennyiek voltak, most pedig átváltunk Kelet-Magyarországra. Ez a hír kimaradt az előző videóból, de ez azóta tisztázódott le, ugyanis a 70-es számú vonalon a Bátori Eurocity-nél mozdony és útvonal változás lesz. Ugye jelenleg ez a vonat Varsónál Tereszpolba közlekedik, ami az egyik fehér orosz-lengyel határállomás. Ezt a járatot visszavágják egészen Varsava-Viszkodniai, tehát a varsói főpályaudvarig, viszont megmaradnak a Przemyszlbe közlekedő nemzetközi kocsik. Valamint ezen a járaton mozdonyváltás lesz, ugyanis jelenlegi szlovák gorillák továbbítják a magyar részen. Na most a gorillák már selejtezés alatt állnak, kimentek a divatból, és helyette ezen a járaton Skoda 109e cseh Messerschmittek lesznek. Úgyhogy el kell köszönnünk a gorilláktól. Olyan ismerős a Szobi oldalon, mint a hernyó, vagy éppenséggel az S71-en már a Samu. A következő hír több mellékvonalra is vonatkozik, ugyanis a MÁV mostantól rengeteg helyen bevezette a feltételes megállást. Ide leírom, mert annyi megállóhely van,
De a 75-ös vonalon is például jó pár megálló helyre bevezették a feltételes megállást, például Ipoly-vecére, Sáferkútra, meg Nagyoroszira, most három példát mondok, ide lent le lesz írva az összes feltételes megállóhely, és a 78-as számú vonalon is, ha jól tudom, Galgamácsa, Acsa-Erdőkürt, Nógrádkövest és Magyar Nándor állomások kivételével a többi megállási pont feltételes lesz. Hát a BZ-ken könnyű beiktatni egy feltételes megállás jelzőrendszert. A következő változás az egy éve újra nyílt S77-es viszonylatra vonatkozik. Vácról ezek a vonatok negyed órával később indulnak a csatlakozás biztosítása érdekében. Vác-Kisújfalu és Iklad-Domony megálló helyek feltételesek lesznek, valamint kibővül a megállási lista, újra megállnak ezek a vonatok Vác-Alsóváros és Csörög megálló helyeken. Ennek azonban az az ára, hogy így Galgamácsán elveszítődik a balassagyarmati közvetlen csatlakozás. Következik a 81-es számú vasútvonal, ahol szintén négy megállóhelyre bevezették a feltételes megállást, Jobbágyi, Mátraszőlős-Hasznos, Mátraverebé és Kisterenye-Bányatelep megállóhelyekre, valamint a 80-as vonalon történő menetidő növekedés miatt ezek a vonatok 4 perccel később indulnak. Mivel a 80-as vonalon megnövekedik minden vonat menetideje és módosítások történnek, mivel a Miskolc-Sziszai-Budapest keleti Intercity viszonylat 12 perccel növekedi, és 3 perccel később fognak azok az Intercity-k indulni Miskolcról. Ezért a G80, IR85, IR87-es járatok menetrendje is módosul pár percnyit. S820-as személyvonatoknál is változások történtek, 10 perccel korábban indulnak majd Szolnokról és 60-ról, mivel 10 perces menetidő növekedés lett ezon a viszonylaton is. 94-es vonal következik, a Miskolc-Tornanádaska vasútvonal, ahol pályaállapot miatt 10-14 perces menetidő növekedéssel kell számolni az utasoknak. Helyszínt váltottunk, most már az otthon melegében folytatom, ugyanis jéghideg a kezem. Egy órán keresztül forgattam az eddigi jeleneteket, és 2 Celsius fokban örülök, hogy nem fáztam meg. Úgyhogy folytassuk tovább, következő hír a 100-as vonallal kapcsolatos. A 100A vonalon közlekedő járatok Budapest nyugati pályaudvarról 3 perccel korábban fognak indulni, így most már végre nem kell megjegyezni, hogy az Intercity most 23-kor megy, az egyik, a másik 53-kor, hanem kerek dátumokkor, vagy óra 0 perckor, vagy éppenséggel óra 5 perckor, amit én nagyon-nagyon szeretek, és az utasok is meg fognak barátkozni vele. 100-as vonali Intercity-k menetideje 5 perccel fog meghosszabbodni pályaállapot miatt Budapest nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között, emiatt a hozzájuk csatlakozó járatok, mint a Püspökladány Biharkeresztes és a Nyíregyháza Vásárosnami személyvonat 5 perccel később fognak indulni a csatlakozás biztosítása érdekében. Következik az egyik legnegatívabb változás, a 102-es vonal, tehát a kiskörei vonalon. Most már a Kisújszállás Kálkápolna közötti személyvonata kiskörén nem csak pár percet fognak várni csatlakozásra, hanem legrosszabb esetben 54, tehát majdnem egy órát, legjobb esetben 14 percet, ami őrültség, mert így egy órával meghosszabbodik a menetidő, holott például ott lehetne heves, ott is lehetne keresztezni. Nem kellett volna ennyi BP kocsit oda nyomatni. Következő vonalunk a 111-es számú vonal, a Mátészalka-Záhony, ahol is a járatok már megint módosítva lesznek. 110-es vonalhoz hozzátartozik, hogy a Debrecen-Fehérgyarmat személyek újra visszarövidülnek Mátészalkái, és szétszedik a Mátészalka-Záhony személyeket, Vásáros-Namény, Mátészalka, Fehérgyarmat és Záhony-Vásáros-Namény személyekre, amelynek szintén nem fognak örülni az utasok, főleg a debreceniek, mert ők már hozzászoktak ahhoz, hogy felszállnak egy vonatra és Fehérgyarmaton ott vannak. 113-as vonalon, tehát az Ajtain is egy módosítás történt, ugyanis a Budapestre közlekedő 7 mérföldes sebesvonat megszűni kihasználatlanság miatt, helyette a sebesvonat menetidejében debrecenik személyvonat lesz, ugyanúgy hörgős ingaszerelvénnyel. Valamint egy újabb negatív hír következik, ugyanis a 115-ös vonalon
Tibor szállás és Nagy Károly között megszűnik a kis határforgalom, alibi menetrend és ezáltal kihasználatlanság miatt, ezáltal Interpici BZ már nem fog többet nemzetközi forgalomban kijárni. 121-es vonal következik, a Mezőhegyes Békés Csaba személyek kérésre fél órával később indulnak, így például aki Orosházáról vagy Budapest felől szeretne menni mondjuk Medgyesegyházára vagy Magyarbánhegyesre, annak nem kell igyekeznie a 2 perces átszállással. Ez egy pozitív fejlesztés. Következik az általam leginkább várt járatmódosítás, a 140-es vonali Intercity, tehát a napfény IC-k módosítása. Olyan kismértékű változás történt bennük, hogy 5 perccel hosszabb menetidőt kaptak, tehát most már nem 2 óra és 22 perc a menetidő, hanem 2 óra 26-27 percre nőtt, amiből az következik, hogy továbbra is maradni fognak az 5 perces késések. 142-es vonalon a Lajos Mizsén is van egy változás, ugyanis az S210-es személyvonatok feltételes megállási rendben közlekednek, Hetényegyháza, Kecskemét Máriaváros és Kecskemét alsó állomások kivételével a vonatok csak akkor fognak megállni, ha van felszállóutas, vagy a leszállási szándékot időben jelezték. És végül utolsó hír, hogy a Kiskunfélegyháza Szentes személyvonatok Kiskunfélegyházáról, hát elvileg 2 perccel hamarabb kéne indulniuk, de hát ez inkább plusz 5 lesz, mert hogyha a Szegedi összeszed egy késést, akkor már ez borul. És akkor még utóirat elköszönés előtt, ugye szerintem kérdeztetitek egy pára, hogy mikor lesz újra PC-s tartalom. Na most már lassan 3 hete szervizben van a számítógép, és hát sajnos, nem sajnos, még nem tudom, hogy mikor fog hazaérkezni. Szeretném, hogyha karácsonyra már itthon lenne, de arról majd tájékoztatlak benneteket, de ahogy mondani szeretném most is, hogyha még ezt a pár hetet kibírjátok, akkor utána olyan mennyiség és minőség növekedés lesz, hogy örülni fogtok inkább neki csak, mint hogy bosszankodni. Lássuk be, inkább ezek kismértékű változások, de mégis fontosak. Mégis fontosak, úgyhogy reméljük, hogy ez a menetrendi év jobb lesz, mint a jelenlegi. Szabolcs Gaming voltam, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!